Mi gondolkozhatunk azon, hogy esetleg így jobb, vagy úgy jobb, vagy szerintem így, vagy úgy, vagy akárhogy. A lényeg azonban az, hogy ő elmondja, hogy mi az, amit ő elvár. Aztán mindenki, aki őt képviseli, az ezt csinálja. Aki nem ezt csinálja, az nem őt képviseli. Mondhatja azt, hogy őt képviseli, de a cselekedetei elárulják. Hiszen a cselekedetei azok az embernek, és a beszéde, ami elárulja. Együttesen. Úgyhogy. Ez szerintem érdemes mindenkinek észbe tartani, amikor arról van szó, hogy hogy segítsek ennek, hogy segítsek annak, mit csináljak ezzel, mit csináljak azzal. Ide le van írva, hogy mi az, amit tennünk kell. És ez azért van leírva, hogy tudjuk. Nekünk nem kell mérlegelni, lefektette előttünk az utat. Szóval ez az, ami nekünk járnunk kell. Természetes, hogy az élet összetett, és nem olyan fekete-fehér, de ezért van egy 1500 oldalos könyvgyűjtemény, hogy választ adjon a kérdéseinkre. Azt mondja, hogy van valamilyen intő, figyelmeztető, buzdító, beszédetek hozzánk, szóval segítsetek, mi, mi, mi az, mert látták rajtuk, hogy hogy ö, ők egy céllal mentek oda hozzájuk. Ezután Saul felkelt és intett a kezével és azt mondja hogy mostantól nem kell a sabát napon gyülekezni. Ill illetve hát, miért nem azt mondta nekik, nem, hogyha már ez így volt? Mondhatta volna azt is, hogy vége a torák, meg ennek az egésznek, amit csináltak, ennek semmi értelme nincs, hiszen betöltötte, és most már abszolút más rendszerben vagyunk, szóval ez az egész fölösleges, és holnap kellene gyülekezni, igazából nem ma, plusz ezek a dolgok. De, de nem ezt tette Saul, hanem figyelj mindenki, hogy mi az, amit valójában tett. Az antiochia történet nagyszerűen bemutatja azt a jelenséget, amiről Jahushaham, a Sáhamasiáh beszélt. 15-ösben kérik őket, Sault és társait, hogy szóljanak hozzájuk. Azután a 16-os vers egyértelműsíti, hogy vegyes volt ez a hallgatóság, aki, aki ott volt. És a sabát napon mégis összegyűltek ahogyan a Salahim vagy az apostolok is ott voltak. Azt akarom ebből kihozni, hogy azt mondja, hogy aki, vagy megnézzük később, de aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járni, ahogyan ő járt. János első levél, másik fejezet 5-6. Ezek az emberek úgy jártak, Saul, nem? Ott voltak a sabát napon, olvasták a Tórát és a profétákat, mint ahogy Jahusaham a Husha, mashiach És már meghalt Mashiach, már feltámadt, már elted egy évtized, és már Saul is a színen van, sőt már több idő is eltelt, és még mindig a sabát napon mennek a zsinagógába, hogy olvassák a tórát és a profétákat. Ami azt jelenti, hogy ők azt csinálták, amit a Hamasiák parancsolt. Így, hogy ma nem csinálhatunk más, mint amit ő csinált, és ez bizonyíték arra, hogy Saul ezt csinálta, és mindenki, aki azt mondja, hogy követi a Hamasiákat, azt mondja, hogy Izraelnek férfi, az, az izraeliták, akikről beszél. És ti, kik félitek Elohimet, halljátok meg. Szóval van két csoport, vannak az izraeliek, és vannak, akik félik Elohimet, akik egy helyre összegyűltek a zsinagógába. Ezután 17-37-ig elmondja nekik a Hamasiach történetét megerősítve az írásokkal. Próbálja nekik bizonygatni azt, hogy ez az ember, a Mashiach, akire ők várnak és vártak. Nem, nem értették, hogy ki az, aki ott köztünk járt. Most úgy mondanák, hogy nem vágták. Hogy az az ember, aki ott volt, az az, akiről szólnak a proféciák. Annak ellenére, hogy minden sabát napon olvassátok fel ezt a dolgot. Mégse értettétek meg. Tisztában voltak azzal, hogy mi van a profétákban leírva, azt akarom mondani. Hogy ezek nem csak olyan emberek voltak, akik ott ültek, a végig aludtak ott hátul, meg Rajzolgattak közben, meg azért mentek oda, mert muszáj volt, vagy meleg volt. Tudták, hogy, va hogy van ez a történet, amit leír az egész írás, hogy majd jön a megváltó, az egész világ. És azt akarták megtudni, hogy vajon ez-e az az ember, ahogy ők mondják, vagy sem. Szóval gyertek vissza, beszéljük meg, megint kérdezgetünk a számát, kérdítjük, hogy valóban ez-e az. Nézzük meg, hogy mit ír Zsoltárok, Mosé, mit ír a következő, meg a harmadik. Ezért hívták őket vissza. Nem azért, mint ami most megy, hogy hú, olyan szépen beszél másfél óráig, hogy mindenki már ott teljesen el van tőle. Azt akarták tudni, mi ez, ami le van írva? Nem az volt a lényeg, hogy ki tud jobb anekdotákat mesélni, meg ki tud jobb történeteket felhozni az életéből, meg a gyerekkorából, meg a világból, hogy mi történik a világban, meg arról, hogy mindenki kegyelem alatt van. Nem ez érdekelte őket. Ezt kellene megérteni mindenkinek. Őket az érdekelte, hogy ki ez az ember, mit kell csinálni tudták, hogy miről van szó. Hogy lehetséges az, hogy ma van minden sarkon egy gyülekezet, meg egy felekezet, két és fél milliárd ember, és ritkoság számba megy az, ahol ha az ember oda kapcsol, vagy oda néz, vagy beül, Elohim igéje hangzik el. Mert mindenhol ezek a, az anekdoták, meg, meg különböző történetek mennek erről arról, meg hogy, hogy mi történt régen, meg, meg a, a gyerekem mikor főiskolára járt, meg akárki mikor itt volt, hogy hogy megértette a jó hírt, meg mit. De, de, de az, hogy mi van leírva, arról sosincs szó. Így el tudom hitetni azt, hogy a karácsony az ő születésnapja és húsvétkor nekünk sonkát kell lennünk. Hisz sosem nyitom ki a könyvet, amiben le van írva, hogy mi az valódi szituáció. Csak tradíciók alapján megyek. Ezt csinálták az jár, meg így van, meg ezt, meg, meg Luther, meg a mit tudom én, kik. És én nem azt akarom mondani, hogy mindenki tudatlan vagy ostoba, én csak azt akarom mondani, hogy csak úgy lehet elhitetni a hazugságot, ha nincs semmi, amivel azt ütköztetni tudnám, hogy, hogy nézzük már meg, hogy hol van leírva az, hogy december 24-én nekünk ünnepelnünk kell Jézus születésnapját az írásokban. És akkor könnyedén azt lehetne mondani, hogy ész, ez nincs leírva, szóval sajnálom. Senki nem csináltam. Szóval ennyi, vége. Nem, nem kell nyomozás folytatni, meg, meg hetekig róla értekezni. Csak egyszerűen nincs ott nincs ott az se, hogy, hogy a Pesach alkalmával nekünk már sokkát kell lennünk. És ha nincs ott, akkor az azt jelenti, hogy az nem úgy van és kész. Ezért mondja azt, hogy válasz külön őket a te igéddel, és a te igéd az igazság. Állíté, a, a valóság az ő igé. Az, ami van, az választ külön minket. Azt mondja, hogy mert én vagyok Jahua, a ti kimetek, aki külön választalak titeket. Az ő szavával választ külön. Nem azzal, hogy én hiszek benne, azzal is, azzal, hogy csinálom. Meg megnézem, hogyha valaki bejön ide, az azt mondja, hogy ó, oh, mi, miért nem eztek disznót, mikor lehet? Jó, nézzük meg, hogy hol van leírva, hogy lehet. És akkor rájövünk, hogy sehol, és akkor tudjuk, hogy az nem úgy van, az kész. Azzal nem, nem mehetek, az. de azért az mondom ezt mindezt, mert ott ez történt. Ott ez így volt. Kérdezték, hogy jó, ez í nem, nem azt mondták, hogy jó, ez Jézus, jaj, de jó, oké. Okay hanem nézzük már meg, hogy hol van az leírva, hogy ez volt az az ember, hogy neki föl kell támadni a harmadnapon, vagy miközben van ennek Jónához, meg ezekhez a dolgokhoz. Azokat ott Sault és Barra Más, hogy bizonyíts be, hogy amit mondasz, az úgy van. Ami ma nem történik meg. Egyszerűen csak meghallgatjuk az anekdotákat, meg a történeteket, és azt mondjuk, hogy fú, hát biztos, biztos, úgy van, mert ez, ez olyan jól hangzik. De igen, vagy úgy van, vagy nem. Értse meg mindenki, hogy a tanúbizonság sokszor fontosabb, mint az, hogy az embereket megváltoztassuk. A többséget nem lehet megváltoztatni. De mindenkinek kell, hogy legyen egy lehetősége arra. Ez az, amiről beszél itt. Akkor Saul és Barnabás nagy bátorsággal szóval mondák, szükséges volt, hogy először nektek hirdettessék Elohim igéje. Szóval ez így kell, hogy legyen? Ez rá vagyunk kényszerülve, hogy ez így legyen. Hisz ti vagytok az a nép? De, ne, de mivel, hogy nem, ti megvetitek, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Ezt mondta a Hamashiach. Ha nem fogadnak be, leporolom a lábam, azt megyek tovább. Nem kell győzködni azt az embert, hogy már pedig ez így van, meg úgy, de légy szíves, meg gondold át. Majd átgondolja a saját szabadidejében, hogyha akarja. De ha, ha, ha leragadok egy helyen, és próbálom azt a csap... Leragadhatott volna Saul itt is három évre. Az harcolhatott volna oda-vissza velük, hogy már pedig ez azt jelenti, de nem, de... akkor mi lett volna a többi emberrel, aki meg elfogadja? Ezért mondta az, hogy menjél tovább. Minek vesztegetni az időt olyan szekér után futni, ami nem vesz fel? Vagy olyan ajtón kobogtani, ami nem nyitják ki? Az embereknek hallaniuk kellett azt, ami le volt írva. És aztán hittek. De, de nem, nem az anekdoták miatt hittek, meg a nagyszerű történetek miatt, hanem az miatt, ami le volt írva, látták, hogy az azonos a valósággal szóval ez úgy van, és ez az, ami a hitüket erősítette. Ezért kellene menniük nekik, kellett menniük nekik a sabát újra és újra. Ezért találtak ki az atya, hogy hallják újra és újra, hogy erősödjön meg a hitük, hogy tanuljanak valamit erről az útról. Ha valaki nem hallgat ránk, Vanuljunk tovább, majd megérti, vagy nem. De az nem a feladat, hogy győzködjünk valakit, próbáljunk embereket megmenteni, meg az igazsággal. Ugyanis az hasonlatos lenne ahhoz, mint amit egy, egy utazó ügynök csinál. Megáll, bekopog, hogy kell-e porszívó. Nem kell. De, de miért nem kell, mikor nagyon jó, meg ez a legjobb, meg nem baj, hogy van már kettő, de, még, de ez helyettesíti mind a kettőt, meg ez olyan nagyszerű, de, de mégse kell. De, de akkor féláron. De, de milyen dolog az, hogy mi ezt csináljuk jahú a szavával? Hogy próbálunk embereket győzködni, meg rávenni arra, hogy higgyenek. Ha nem, nem, majd megérti, vagy nem. De ez nem egy utazó utazóügynök feladata. Legyen az a barát, ismerős munkatárs, vagy család. Különös kép a család attól tartok. A hallani, vagy hallgatni azt jelenti, hogy én csinálom, amit ő mond. Tehát, aki minket hallgat, annak csinálnia kell, amit mi mondunk. Így jut el az üzenet az atyától, a fiúhoz, és a következőhöz, és a következőhöz, és a következőhöz. Mindenki ugyanazt mondja. Az pedig onnan jön, ami le van írva de hallani annyit tesz, hogy én csinálom. Mindenki, aki visszautasítja az igazságot, az ezen, azon az oldalon áll. És ez nincs olyan, hogy ó, de ő így van, de nem. Van két oldal, hisz a végén az van, hogy jobbra meg balra. Mindenki, aki ezt elutasítja, ezt az, az igazságot, az ezen az oldalon áll, amiről beszél Yahushua Hamashiach. Teljesen mindegy, hogy úgy néz ki, mint a szüleim, V vagy, vagy, mint a munkatársaimnak, nincs jelentősége. Én csak azt akarom kihozni ebből az egészből, hogy szerintem van a. Aki visszautasítja, az. az, az meghozta az ő döntését arra az időszakra. Nem kell foglalkozni vele tovább. Nem azt, hogy nem kell, nem szabad, én úgy gondolom. Az, az egy naív hozzáállás lenne, ha valaki azt hinné, hogy itt mindent mi jól csinálunk. Ez nem így van. Szinte mindent rosszul csinálunk, de ennyit tudunk. De legalább megszakad mindenki feltételezmény, nem? Ez ugyanígy van a sportban is. Nem baj, ha valaki nem tud játszani, de legalább szakadjon meg, ha a pályán van. A sokkal rosszabb, ha valaki tud játszani, de nem szakad meg, mert azt mindenki látja, azt az útája. Akkor azt inkább lecserélem valakire, aki nem tud annyit, de legalább hajlandó szétszakadni a pályán. Szóval ez a lényeg. És Úgyhogy én nem azt akarom mondani, hogy ó, senki nem tud semmit, csak én vagy mi, mert ez nem így van. Viszont túl sok ember mondogatja azt, hogy ő ismeri őt, meg beszél a nevében, meg az ő szaváról, meg az ő igazságáról, miközben nem azt csinálja, amit mondott. Szóval hazudik. Úgyhogy ha én azt mondom, ebben, vagy abban, vagy amabban a videóban, még akkor is, ha nem feltétlen a legmegfelelőbb hangot üti meg az ember sokszor, amit attól még az úgy van, ha valaki nem azt csinálja, ami le van írva, az nem mondhatja azt, hogy ismeri őt, különben hazudik. Ismerni, hallgatni, annyit tesz, hogy csinálom. Ez az, amit mond. Szóval rengeteg ember van, aki hazudik. Hogyha megnézzük a, az online világot. És félrevezeti az embereket. És nem én vagyok az, aki ezért felelős. Én szeretném, ha ők is megértenék, meg mindenki megértené, hogy ez egy egész másfajta út, mint amit a legtöbb ember gondol. Ez nem egy, egy rabság, meg, meg egy békjó, meg, meg rettenetes, hogy nekem most ezt kell csinálnom, vagy azt kell csinálnom, amit most kell csinálni. Persze, hogyha valaki a világból való, meg a testútját járja, akkor igen, mint ahogy mindannyian tettük azt egy de, de ez egy egész más út és ö, nem fair szerintem úgy beszélni róla, ahogy én azt sokszor hallom emberek beszélnek róla, akik nem csinálják csak beszélnek róla hát akkor nem a skorpió mérge a beszéd a bogáncs pedig az az értéktelen dolog, amit teremnek és nem azt akarom nem azt állítom hogy ez az egyetlen forrása az igazságnak, vagy hogy vagy mi tökéletesek vagyunk, én csak azt mondom, ami le van írva ide ő így vélekedik rólunk, amíg a világban járunk. Hogy az bogáncs, meg tövis, ami haszontalan, aminek nincs értelme. A világ egy puszta, ahol nincs élet, ahol nincs víz, ahol hazugság van, ahol kígyók vannak, meg skorpió. Ezt mondja Jahua. Így gondolkodik a világról. De neked nem kell félni. Mindegy. Hogy kígyó, bogáncs, oroszlán, tövis, skorpió, teljesen mindegy és szóljad az én beszédeimet nekik. Csak mondjad azt, amit mondok. Vagy hallják, vagy nem. Mert lázadó ház De te, embernek fia, halld, amit én neked mondok. Figyelj oda, amit én mondok neked. Ne légy lázadó, mint ahogy ez a lázadó ház. Nyisd fel a szádat, egyed, amit én adok neked mindenki kérdezheti magát, hogy hogy lehet az, hogy eddig nem fedezte föl ezeket a sorokat, nem? Hogy lehetséges, hogy még ezt nem írta ki magának, meg nem tudja kívülről, hogy ez hogy van? Azért, mert nem kereste? Mert hol nem mutatta meg még? Most mondja azt valaki, hogy nem, fenomenális az ő szava.